a Márton nap van ma, és föl fognak lépni az ovisok, és ennyi. És fel is vonultatok, igaz? Igen. Márton napozunk. És mit csináltok Márton napkor? Most mit csináltok? Fölvonulunk. És miért kell lámpás Márton napkor, azt tudod? Azért, hogy megkeressük Márton. És nézzék csak, Szent Márton történetét bizony minden kicsi ismeri. Szent Márton, ő egy katona volt, és annyira szerették az emberek, hogy püspökké avatták, és amikor nem akart püspök lenni, vagy püspök lenni, akkor elbújt a libaholba, és a libák elkezdtek gálgolni, és azt mondták, hogy itt a Márton. Végül Mártont 371-ben püspökké szentelték, és haláláig 398-ig segítette a rászorulókat. A római császár katonájaként szolgáló Márton, tehát a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta meleg köpenye felét egy koldusnak. Így kezdődik a legenda. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában, innentől kezdve pedig fordulat állt be Márton életében, Isten szolgálatába állt. A többiről pedig már tudunk, jóságáról már élete során is legendák keringtek. November 11-e tehát Szent Márton napja. Mint minden ünnepnek, úgy ennek is megvannak a saját hagyományai, népszokásai, jellegzetességei. Itt Bátaszéken évtizedekre nyúlik vissza az óvodások lámpás felvonulása, ami mára nagyságát tekintve is mondhatni, hogy igazi városi rendezvény nyitta ki magát. Ez a nap, ez nagyon jeles eseménye óvodánknak. Most már tényleg hosszú évek óta, ilyenkor novemberben, Mártonnap környékén megtörténik ez az esemény, ez az ünnep nálunk. Nagyon nagy készülődés előzi meg mindig ezt a napot. Hát a gyerekek már egész héten készültek erre a napra. Igazából egy projekthetet terveztünk, ami annyit jelent, hogy különböző formában, különböző témákban dolgozták fel egyrészt a Márton napjához fűződő legendát, másrészt meg ugye óvodánk, mint hagyományőrző óvoda, ebből kifolyólag is, a másik pedig, hogy három német nemzetiségi csoportunk van, és ez a Márton nap, a Márton napi búcsú, ez a magyarországi németeknek ugye az egyik hagyománya, mert annak idején régen, november 11-én ők Márton napi búcsút szoktak tartani. Úgyhogy ez a kirakodó vásár, amit itt látunk, ugye ez kapcsolódik a német hagyományhoz, a búcsúhoz. A másik pedig ugye a Márton legendája, pedig a jótékonykodáshoz, az önzetlenséghez, tehát ezeket a tulajdonságokat jeleníti meg. Ehhez a naphoz különösen sok babonát szokást köt a néphagyomány. Mindemellett Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jó ízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. A népi hagyomány úgy tartja, ha Szent Márton fehér lovon érkezik, azaz Márton napján esik a hó, akkor enyhe tél lesz. Amennyiben azonban barna lovon nyargalász, vagyis nem esik a hó, akkor kemény, havas térre számíthatunk. Ezek alapján jó esélyünk van a téli korcsolyázásra és a fehér karácsonyra idén. És persze, csak hogy képileg is a témánál maradjunk, a lámpásokról sem feledkezünk meg. A lámpa pedig ugye közeledünk a télhez, egyre többször kell, egyre hosszabb ideig kell felkapcsoljuk a villanyt, a lámpát, és ez azt jelenti, hogy legyen világosság minden házban, mindenki tudjon fényt vinni a házba, a lakásába, hát ehhez kapcsolódik. A napok egyre rövidülnek, és a külső sötétség egyre inkább hatalmába keríti a napokat. Ebben az időszakban a fényt, amelyet eddig a naptól kaptunk, most saját magunknak kell megtalálnunk, és minden lény felé sugároznunk. Ezért gyermekek esténként lámpással a kezükben járják az utcákat énekelve, és kisebb ajándékot osztogatva. Ez az időszak előkészülete az adventi várakozásnak. Az adakozás a szívből fakadó adás megélésének az ideje. A lámpások az égi testeket jeleníti meg. Ezek az égi erőket szimbolizálják, amelyek az emberi lélek segítségével akarnak hatni itt a földi világban. A mártoni önzetlen adakozás megélése segíti, hogy minél tisztábban éljük majd meg a karácsony misztériumát.
A világosság érkezésének hirdetése után pedig itt Bátaszéken a menet visszatért az óvoda előtti térre, ahol már zsíros kenyérrel, teával, palacsintával, a felnőtteket pedig forralt borral várták.